Azt, hölgyeim és uraim, úgy gondolom nem is érdemes tudni. Találkozott már korábban a két résztvevő, egészen pontosan tag team mérkőzés keretein belül, amikor az Eros of Hungary Jokic-sal és Babic-sal mérkőzött. Ez azonban most egyéniben megy. Babic kifejezetten jól néz ki fizikailag. Sokat fejlődött ezen a téren, amióta utoljára láttuk, azonban barátságosabb nem feltétlenül lett a közönséggel szemben. Az első pillanatokban nem siet neki rontani Dovernek, ami azért talán bölcs dolog lehet. Aztán az első tie-up után egy mögékerülés, waist lock. Lássuk azt, hogy Dino Babic mennyit tanult a mentorától, Kriszt Jokic-tól, mennyit tanult Angliában élve, elég lehet-e mindez egy olyan dörzsölt veteránnal szemben, mint Dover. Minden egyes centiméterért megy a helyezkedés, és most karra támad Dino Babic. Egy, mindenképpen egy más típusú mérkőzés, mint amilyen Krampuszt lett volna, hiszen Dovernek ott a méretre és az erőre kellett volna mindenek felett felkészülnie, mint ahogy valószínűleg arra is készült. A gálát megelőző hetekben Babic stílusa azért jóval másabb, mint Krampuszé. Például Krampusz biztos, hogy nem vetődne bele egy hetsziszorra, egy hurikanaránára, de hát teljesen mindegy is, mert Dover elkapja. Megúszta azt, hogy odavágják. Dropkick. Lepattan Doverről, na most másodszor is megpróbálja, és ott van a hetsziszor. És a dropkick is másodszorra működik. Úgy látszik, hogy Babicnak mindenből kettőt kell csinálnia most ezen a mérkőzésen. Azt akarja, hogy igazán hatásos legyen a Hardcore Hungariannel szemben. A sarokba nézzék Dover! Egyszerűen eldobja Dino Babicot! Mindig lenyűgöz az erőemelőnek, az a nyers törzsi ereje. Valahányszor látom Dovert emelő manővereket végrehajtani a ringben. Nézzék most is, hogy emeli ki Babicot! És ki is tartja! Már rég eldobhatná, de még emel rajta egyet! És utána repülhet a fiatal horvát! Ez kettő! Babicnak úgy gondolom, meg kell lepnie valamivel Dovert, hogyha eredményt akar elérni ezen az összecsapáson. Most egy kicsit Dover feszegeti őt, nyakban és karban is. Elírja köteleket Dino Babic. És Dover úgy látom engedélyezi a tiszta szünetet. Teljesen sportszerűen áll hozzá ez a szituációhoz. És meg is kapja a támogatást a közönségtől. Igen. Babic most kezdi rájönni, hogy mire is vállalkozott. Azt mondja, hogy azért jött ide, mert tiszteli Dovert. Hát, pár perccel ezelőtt még nem egészen ilyen dolgok hagyták el a száját. Kicsit szerintem most már késő eljátszani az illedelmes kisdiákot. És ez egy készfogás, igen! Dover és Babic között. Hoppá! Hát ez csak csali volt, de Dovert, ahelyett, hogy elkapta volna vele, azt hiszem feldűjtette. Na ez az ütés viszont, majd a dropkick a gerincre, már annál hatásosabbak lehetnek. Túls helyzet kettőért. Dover most talán egy kicsit túlságosan is a jót feltételezte Dino Babicból, akiből most kiroppan egy olyan agresszivitás, amit eddig nem nagyon láthattunk tőle. Ez az agresszivitás egészen új, és talán ez lehet a meglepetés Dover ellen, amit korábban említettem. Közönség hallatja a hangját, azonban Babic megy a váltámadással a sarokba. És Dover törzsét, illetve hátát támadja, megpróbálja elvenni ellenfele nem mindennapi erejét, Dino Babic.
Ha direkt ez a stratégiája, akkor azt kell mondanom, hogy okos. Próbálkozna egy kiemeléssel, azonban Dover befogta a nyakát viszontfogásba, és megpróbálja kiverekedni magát onnan. Doverről könnyű lepattanni egyébként, olyan, mint hogy egy falnak fut mereki az ember, azt hiszem. Hoppá, egy csak viszont, ez swinging neckbreaker. Nero Babicsból, és újra vissza a gerincre. Dover gerincén ott van a célkereszt, és Babics azt támadja, most már egyértelmű. Ott akar támadni, ott akar fájdalmat okozni, ezzel akarja megnyerni a mérkőzést. És még a bíróval is vitatkozik egy kicsit, mert miért ne. És Dover megérezte ezeket az ütéseket, teljesen egyértelmű. A háta kapott nagyokat, most Babics tovább puhítaná őt, feszíteni le magáról akarja itt Dover, és nem csak lefeszíti, ránt is rajta egyet. Most egy elmozgás, kötereken kívül a hardcore Hungarian! És most már a ringen kívül a rúgást követően Babics az eszét mutatja, hogy túljár Dover eszén, és hogy ez lesz ma az ő nagy előnye. Mirics kérte az ellenfelét egy plancsához, aztán inkább fölmegy a kötélre, és nagy ugrás, ledönti a lábáról Dover. Igen, Babics, azt kell mondjam, sokkal magabiztosabb, és sokkal ravaszabb is lett, mióta utoljára láttam itt a HCV-ben. És ez most sokat érhet neki ezen a mérkőzésen, azonban Dovert kell a padlón tartania, és tudjuk, hogy ez a legjobbaknak is nehéz feladat. Újabb ugrással kísérletezik Babics, de nincsenek otthon. Dover visszajön a csappal. Micsoda punch, micsoda ütés. A talajról elemelkedve Dino Babicstól, aki tusra megy, de Dover kijön belőle. És Babics a fejét fogja. Ez bizony, hogy a közönség is mondja itt a madárfészekben, csak kettő volt. És most már azt mondja Babics, hogy soha nem tiszteltelek téged. Szerintem keresve is nehéz lenne olyan embert találni, aki ne tisztelné itt Magyarországon a HCV Dojo vezetőedzőjét. Dino Babics azonban nem Magyarországról jött. Ő neki Dover csak egy skalp, egy potenciális skalp, akit le akar gyűrni itt a Vendettán. És Babics nem sieti el ezeket az ütéseket, de Dover talpra áll. Dovernek nem szabad időt adni. És Dover torkon ragadja, micsoda pofon! Most kezd megjelenni Doverben a tanár ember, minden dühe, minden ereje, oldalsó szuplex. Megvan az átfordítás, tus helyzet kettő. Nem volt három, ellent mondok a közönségnek, már egyértelmű, hogy nagyon szeretnének látni egy Dover győzelmet. És most kiemelni, talán a magyar vándorra gondol, Babics blokkolja. Babics blokkolja a kiemelést, ebből így nem lesz manőver, és aztán le is sújt. Megint Dover hátára jönnek az ütések, és aztán a térdes. Hoppá! Egyenesen hasba rúgta őt Dover. És ott úgy látom, egy újabb atyai pofont akarna adni, Babics viszont arcon köpi Dovert. Hát ez súlyos hiba volt, ez súlyos hiba volt. Dover a double underhook-kal ráküldi őt a sarokpárnákra. És nekirontana, most nem kerül a köteleken kívülre Dover, számított Babics elmozgására. Azonban itt betalál ismét a rúgás. Dover meginog egy kicsit. És Babics ismét emelne rajta egyet, ez az előbb nem jött be, most viszont bejön!
hátus helyzet, és kettő. Dovert nem lehet ennyivel eltenni lábalól. És Babics most rántja le a földre. Egy teljes ollóba fogja Dovert. Dover emlékeim szerint egyetlen egyszer adott fel itt a HCV-ben mérkőzést. Nagyon meglepte, hogyha most megtenné, de Babics kőkeményen szorongatja. És ott Dover a hasára fordul, próbálja valahogy lerázni magáról Babicsot, hogy legalább elérni a köteleket. Nem, még annál is durvábbat csinál, föláll vele! Föláll vele! És a sarokban rázza le őt! Babics rúgna föl! Elkapja mindkét lábát Dover! Hoppá! Most viszont felrúgga Horváth! Nem sikerült leküldeni onnan a ring pereméről! Ismét az ugrás! Egyenesen bele Dover csizmatalpába! Hatalmas!